14-től egészen 18-ig terjedő verseket. Mi a haszna, atyám fiaim, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e ő a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkörködnek minden napi eredel nélkül, és azt mondja nekik valaki, ti közületek, menjetek el békességgel, melegítetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikben szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megtolt ő magában. De mondhatja valaki, még egy hitet van, nékem pedig cselekedetei vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Jó Istenünk! Megemlékezésen jött össze magyar nemzetetnek egy kis csoportja. Megemlékezni elmúlt időkről, a történelem történéseiről, megemlékezni mindazokról, akik nehézségek ellenére is tettek, és megtartották nemzetünket. Megemlékezni arra az eseményre, amely szétszakította a nemzetünket. Az egy testből nagyon sok rész lett. A szív és a lélek együtt tartozik. Megemlékezni, emlékezni és ugyanakkor fogadalmat tenni és cselekedni. Ne csak szóval, ne csak beszéddel, szeressétek egymást, halljuk a szünet üzenetet, a mester üzenetét, hanem cselekedettel és valósággal. És halljuk és üzenem nekünk 99 esztendőnek a távlatából is, Jakab apostol, hogy mutasd meg a te hitedet, a te cselekedetet. És azért állunk itt, atyánk, előtted, és azért vagyunk itt ebben a hajléban, a templomban, benned bízó gyermekeid, hogy tudjunk mellé cselekedeteket ragasszunk a mi életünkben. Ne csak szóval mondjuk, hogy szeretjük a mi népünket és nemzetünket, hanem tegyünk is azért, hogy megmaradjunk a kultúráért, az írásért, a magyar beszédért, azért, hogy az utánunk jövő magyarul tudjanak imádkozni. Alázattal kérünk téged, áld meg, megemlékező gyermekeidet. Áld meg az elhatározást, és ott, hogy ez az érzés, amely most bennünk él, átálljon az értesen. És jövő biztos is a számunkra. Tartsd meg a mi hitünket, tartsd meg a mi reménységünket. Minden időben egy Istenünk. Amen. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rossztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten lélek ezért a szült imádját, szükségből lélekben és igazságban imádját. Jöjjetek testvérek, hallgassuk a lélek szavára, imádkozzunk csendben.
áldom mindenkit, békesség Istentől, dicsőítsék Jézus Krisztus. Összetartozunk. Mondogatja magyarság 99 éveig már más-más hangsúlyal. 1920. július 4-én iratták alá Magyarországgal a trianoni békediktátumot, amely felszabdalta ezer éves határainkat. Elcsatolta Magyarország kétharmadát, elválasztva 3 millió magyart az anyaországtól. A kisebbségi létben több helyen elvették, hogy megkísérelték elvenni a nevünket, a nyelvünket, a hitünket, a múltunkat, a hagyományainkat. Ezt nekünk itt Erdélyben nem kell magyarázni, hosszú évekkel alátámasztani. Közel 100 év távlatából is tapasztaljuk. Trianon gyászos napján magyarok, testvéreink és szerencsétlen, átkos rossz csillagok alatt vírasztva járok. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, írja Juhász Gyula Trianon című versében. Ezért vagyok ma itt. Megemlékezésünket a kistemplomféli evangélium vegyes karadalaival folytatjuk. Karvezető Szatmár Ildikó. Halmos László szerzeményét az Áldjátok Istenünket nemzetet, illetve Bárkesi Sámból magyar énekét hallgatjuk. Imafűzérként morzsolom gyönyörű anyanyelvemen az előtadó szavakat. Mikor sötét fellegek gyülekeznek szülőföldre legén, amikor bújtűznek nevedni, és szitokszóba válik a magyar. Amikor már csak testvéreid értik nyelvedet, és úgy hiszed, hogy egyedül ellened az egész átkozott világ. Akkor jusson rá teszedbe. Nincs semmi szebb, és természetes határ, mint a Kárpátok koszorúja. Mindegy, hogy miképpen véli a világ, de ez a te haszád. Légy rá büszke, hogy magyarnak születtél, és büszkén vállalt fel.
Nem harsogva, csak csendesen, mint a szellő, vagy mint apró csernely, amely hegyeken át emészti magát. Magyarnak lenni nem kiváltság, sokkal inkább derekas felelősség. Erős a vállat, hát vigyed, hát vigy. Nincs okod panasz a vállat, a legédesebb terhet kaptad. Köszönd meg atyádnak és édesanyád csodálatos végének. Nem féltelek, bírnod kell, bírnod fogod magyar. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, kedves emlékezők! Bevezetőként Zetényi Csukás Ferenc imafűzéréből idéztem. Emlékezni jöttünk, hisz nekünk magyaroknak van mire emlékezni. Ezer éves történelmünk bővelkedik sikeres honvédő harcokban, ellenségeit fölött alatott győzelmekben. Emlékezhetünk virágzó gazdag Magyarországra, amelynek tekintélye volt nem csak Európában, hanem az egész világban is. Emlékeznünk kell azonban tragikus eseményekre is. A mai napon a gyászos események között is a leggyászosabbra, a Trianonra, az 1920. július 4-én éppen 99 éve aláért békadiktátumra emlékezünk, ahol a győzők önzése, rossz indulata nem ismert határokat. Trianon olyan volt a számunkra, mint a hóhér ballossa. Egyszerre Trianon egyszerre megemészhetetlen, a kibeszélhetetlenség és az orvosatlanság szimbólum. Székely János, erdélyi költő, akinek az idén ünnepeltünk, emlékeztünk 90 éves születésnapjára, a Vesztés című versében így ír. Nem válogat a győzelem, mindegy neki, egyformán felemel hamisat és igazat. Ám a veresség, tönkrejutás, megalázás, jogodat, igazatat. Esetünkben a győzelem csak a hamisat emelte föl, akik égre kiáltó igazságtalanságok árán feldarabolták Magyarországot. A magyarok millióit kényszerítették a kisasztat országaiban megalázó kisebbségi sorsra. Az akkori magyar parlament 1920 őszén törvénybe iktatta törvénybe a trianoni békét. A rákényszerített diktátum Magyarország területének 72%-át, lakosságának 64%-át vette el. Magyarország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre akadt. Románia 102 ezer négyzetkilométert kapott, tehát Románia többet kapott, mint a maradék Magyarország területe. Ausztria, aki ugyanazon az oldalon állt, mint Magyarország, ő nem veszített, hanem 4000 négyzetkilométer területet kapott Nyugat-Magyarország burgenlandi részét. Nem csak mi magyarok éreztük ezt az égbe kiáltó igazságtalanságot, a győztes országok ismert politikusai közül is többen adtak hangot az elkövetett igazságtalanságért. A veszteségek nem csak területi, emberi, gazdasági szempontból voltak elviselhetetlenek, hanem kulturális téren is hatalmas veszteségeket szenvedtünk. A trianoni egyezmény tartalmazott ugyan kisebbségekkel kapcsolatos rendeleteket, amelyek a művelődési önigazgatást írnak elő az új államokban kerülő magyarok számára, de ezeket a rendeleteket soha nem tartották be. A két világháború közötti időszak a revizionizmus politikája jellemezte. A nem soha a jelszót visszhangozta az ország. Ebben a szellemben éltek az emberek, nevelődtek a gyerekek. A második világháborúban való belépésünket is ez a gondolat motiválta. Örömmámorban úszott az ország, amikor a bécsi döntések kapcsán egy-egy elveszített terület, köztük Marosvásárhely is, újra Magyarország részévé vált. Az öröm azonban nem tartott sokáig. A második világháborút követő újabb európai békerendszer ismét megerősítette Magyarország szétdarabolását. Balsors ugyan megtépett bennünket, de pozitívan és hittel kell előre tekintenünk, bízva magunkban és megmaradásunk jövőjében. Mi magyarok soha nem adhatjuk fel a gyökereinket, mert ha a gyökereket elvágjuk, hagyjuk elvágni, akkor minden oda néz. Ez, ami összeköt minket, akárhol is éljük. Mert a haza, a hazafiság nem földrajzi elhelyezkedés függvénye.
Igen, kedves honfi társaim, Szent István országa, a történelmi Magyarország velünk él. A lelkünkben, a kultúránkban, a nyelvünkben, az általunk épített templomokban, az ember kapcsolatainkban. Karinti Frigyes szerint magyar az, akinek fáj Trianon, a többi csak állampolgár. Az idő talán sosem tudja majd begyógyítani ezeket a sebeket, de közösségünk összefogásának erejével ez a fájdalom enyhül. Építkezésünkhöz erős sikla a nemzet. Nehéz sors magyarnak lenni, mondják, nehéz, de büszke is felemelő. A Magyar Országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította július 4-én a trianoni szerződés aláírásának napját, a nemzeti összetartozás napjára. A törvény elfogadásával kinyilvánította. A többi állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége részese az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önállóságának meghatározó elve. A nemzeti összetartozás napja jó alkalom nemzetünk szorosabb összefogására, és azt üzeni, összetartozunk. Tisztelt marosvásári honfitársaim! Tegyük félre hát a haragot és a gyűlöletet, amely sorunkókat, határokat, szöges dolgokat állít ország és ország, nemzet és nemzet, polgár és polgár között. Ezzel szemben a szeretet és az összefogás hídakat épít. De nem csak műszaki, hanem lelki értelemben is hídakat épít a szeretet. Így azt javasolom mindannyiunknak, hogy ne azt keressük, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt. Kívánom, hogy ehhez adjon az Isten nekünk erőt. Végezetül Papvári Elemérné, Sziklai Szeréna, Hitvallás, az a Magyar Hiszeke című verséből idézek. Magyar legyen hitet és lészen országot. Minden nemzetek között az első az áldott. Isten, amit néked címeletbe vágott. Szíved is dobogja, szavad is hirdesse, ajkad eszrevegje reggel, délbe, este. Véreddél, hogy váljon, az ige az eszre. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Köszönöm. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának részéről dr. Földrendi konzul kérem, hogy ossza meg velünk önnepi gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves honfitársak! 2010-ben a Magyarországgyűlés megszavazta a nemzeti összetartozás napja törvényét. Az önök, külhoni honfitársaink számára hosszú évtizedek óta első ízben történt meg, hogy némiképp történelmi elégtételt érezhettek. A külhoni magyarok több évtizedes vágya teljesült. Azoké a magyaroké, akik oly sokáig szenvedtek attól, hogy a magyar állam, a korábbi magyar kormányok nem mondták ki, nem vállalták fel azt, hogy minden tragédia és szétszakítottság ellenére a magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek. A 2010-es törvény azt is kimondja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Tisztelt megemlékezők! A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény nem kevesebbet állít, mint az, hogy nincs határon belüli és határon kívüli magyar ügy, hanem egyetlen magyar ügy létezik. Nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a magyar kormány felelősséget vállal minden magyar ember, minden magyar közösség sorsáért, boldogulásáért. Történelmi pillanat volt ez, ami azonban a legkevésbé sem maradt a hangzatos szavak szintjén.
2010 óta a magyar kormány tartja magát a törvénybe foglaltakhoz, melynek első kézzelfogható megnyilvánulása a nemzet közjogi újraegyesítése, vagyis a magyar állampolgárság megszerzésének lehetővé tétele a külhoni honfitársaink számára. Elmondhatjuk, hogy ma Magyarország az országhatárokon kívül élő minden magyarnak biztosítja a magyar állampolgárságot és a szavazati jogot. Emellett az ország gazdasági erejének növekedésével évről évre több anyagi forrás nyújt az anyanyelvi oktatás a magyar kultúra fenntartására az egyes nemzetrészeken, így itt a Székelyföldön is. 2018-tól a kormány családbarát családpolitikája egyes elemei, így az anyasági támogatást és a babakötvényt is elérhetővé tette a határon túlélő magyar családok számára. A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programon keresztül pedig immár a közösségek gazdasági boldogulásának segítésére is komoly összegeket biztosít. Ezen intézkedésekben közös az a hittel vallott meggyőződés, miszerint minden magyar felelős minden magyarért. Ennek a felelősségnek a vállalása jelenti az összetartozást. Enélkül, az összetartozás nélkül nem képzelhető el a nemzeti felemelkedés a magyarság számára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nap mint nap tapasztalni lehet, hogy a hagyományos értékek ellen tudatos támadás zajlik, a nemzeti összetartozás alapjait, értékeit megkérdőjelezik, aláássák. Ezek az értékek az Istenbe vetett hit, a haza és a család, egyéni boldogulást is megelőző mindenek előttiségének a parancsa, amelyet a valódi megtartó erőt jelentik. Történelmünk során ezek az értékek segítettek úrrá lenni a mindenkori nehézségeken és kihívásokon. Jól lehet, ma sokfelől azt a látszatot keltik, hogy bármilyen hagyományos közösségi kapocs, érzés, így a nemzeti összetartozás is korszerűtlen és alkalmatlan a mai globális világba. Tudnunk kell, hogy saját nemzeti közösségünkön kívül nem számíthatunk másokra jogos igényeink érvényesítésében, érdekeink képviselete során. A történelmi tapasztalatok számtalanszor igazolták már, hogy csak összefogva, egységes nemzetként vagyunk képesek bajainkon úrrá lenni. Tudatában kell lennünk annak, hogy a vallás, a nemzet és a család nem csak a múlt, hanem a jövő, a mi jövőnk részei. Tisztelt honfitársa! A nemzet szabadon vállalt sors közösség. Jelenti a közös nyelvet, a közös kultúrát, a közös múltat. Másrészt jelenti a szeretetet, a ragaszkodást, a hűséget, az elkötelezettséget minden olyan ügy iránt, ami a jelenben fontos, ami egy adott magyar közösség érhető jövőjére van kihatással. Nemzetnek azt a közösségét nevezhetjük, amelyben az ember tevékenysége magasabb szintre emelkedik, gyarapodik. Olykor egymás iránt érzett szeretetünk, ragaszkodásunk, hűségünk, a barátainkért, szomszédainkért végzett jó cselekedet, a városunkért hozott áldozat. Olykor pedig a jogokért való kiállást jelenti, amire a jelenben is túl gyakran kényszerítenek rá az ellenünk ténykedő erők. A nemzeti összefogás azt jelenti, hogy a küzdelmet vállaljuk, az akadályokat közös erővel leküzdjük, mert a nemzet egy nagy közös vállalkozás is, ránk váró feladat a jelenben és a jövőben egyaránt. Csak így hajthatunk fejet mindazok előtt, akik a küzdelemben életüket adták, legyen szó akár szabadságharcok, vagy a világháború hőseiről, akik hátrány, sérelmet szenvedtek, akiket meghurcoltak és meghurcolnak. Ebben a küzdelemben a nemzeti összetartozásra vonatkozó törvénnyel összhangban a magyar kormány továbbra is elkötelezett és lehetőségeihez mérten mindent megtesz az ügy érdekében.
amint azt a törvény kimondja. A nemzeti emlékezés a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk a nyelvéből és kultúrájából erőt mentő magyarság képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai alkalommal ismét eszünkbe juttathatjuk azt a számtalanszor megtalált és elfeledett felismerést, a nemzeti összetartozást mi hozzuk létre, mi tartjuk fenn, mert valójában az összetartozás mi magunk vagyunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisztelt megemlékezők, a Bújnagy Farkas Elméleti Liceum gyermekkori következik.
Szafár Ildikó, Brian Jeffrey, Emlékezz vissza az útra című dalom hangzik el, illetve szobzatok. Köszönjük, hogy együtt lehetünk.